A szerencsepróbáló királyfi. Egyszer volt egy királyúrfi. Ez a királyúrfi azt mondta édesapjának: felséges apám uram, én elmegyek szerencsét próbálni, de engedje meg, hogy magammal vigyem öreg szolgámat is. Erre eszeleli az öreg király: nem bánom, édes fiam, menj el, s vidd magaddal a hűséges szolgádat is, csak az életedre ügyelj. Felkészlődik hát a királyúrfi, s jó hajnalban elindulna. Mennek, mendegélnek, még egy rengetegbe érnek. Abban a rengetegben találnak egy forrást, mellé megtelepednek, s eléveszik tarisznyájukat, hogy egy kicsit falatozzanak. Amint az ebédet elköltenék, jő egy kicsi emberke, kinek hétsinges volt a szakálla, s vállán egy mázsás botocskát cipelt. Az a kicsi emberke csak úgy belészökik a forrásba, s eltűnik. No, mondja a királyúrfi, menjek utána, mert bizony ez Tündérországba ment. Te pedig, öreg szolgám, menj vissza édesapámhoz, s mondd neki, hová mentem. Azzal bészökik a forrásba, nagy hirtelen lemerül, s már is egy gyönyörűséges réten találja magát. Azon a réten volt egy aranyvár, de az talpig fekete gyászal volt bévonva. Találkozik egy emberrel, s kérdi, hogy miért fonták a várat talpig feketébe. Azt azért, feleli az ember, mert ezen a városon kívül van egy tó, s abban egy hétfejű sárkány, akinek minden áldott nap egy leányt kell adni ebédre, mert különben elpusztítja a várost még a föld színéről is. Most pedig a király leányán van a sor. Senki nem ajánlkozik megmentésére. Pedig azt, aki megcselekedné, igazán boldog lenne. Neki adná a király a leányt, s mellé fele királyságát. Ha gondolja a királyúfi, ő bizony szerencsét próbál. Egy életet csalára, s addig is él, sem engedi, hogy a király leányát a sárkány csak úgy bekebelezze. Jön is a király kisasszony fekete gyászruhában, s mellette a porgoláb. Sem a várból, sem a városból nem mert lélek velük jönni, csak úgy messziről húzta 12 banda a szomorú marsot is. Ekkor odaszökik a királyúrfi, felöleli a király kisasszonyt, egy-két lépést odébb teszi, s neki a sárkánynak: hely, szegény világ, lett itt verekedés, csak úgy csurgott a veríték mind a kettőről, mint a patak folyás. De a királyúrfi nem hagyta magát, s le is vágta 6 fejét a sárkánynak. Aj, szegény egy feje, könyörgött a sárkány, hogy ne ölje meg egészen, hagyja meg, legalább osszázza egy fejét. De a királyúrfi nem engedett, s le is vágta a 7. fejét is. Amikor ezzel készen volt, odafordul a király kisasszonyhoz, s mondja neki: felséges király kisasszony, menjünk haza édesapádhoz, hadd örüljön. Lett itt 7 országra szóló vendégség. Olyan kedve is volt minden léleknek, hogy csupa gombos tűkön táncoltak. Tojáséba kerekedtek, a kükülön leereszkedtek. Holnap legyenek a ti vendégeitek.